Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Irányjelző közlekedési magazin márciusi adását látják. A mai műsorunkban riportokat láthatnak a budapesti motorsóról, de hogy az autózás kedvelői sem maradjanak autóbeszámolók nélkül, ezért bemutatjuk önöknek az Alfa Brera 2,4 literes turbodízel változatát, valamint a Seat Leon Ecomotívot. Március 11-e és 15-e között került megrendezésre a Vásárvárosban a tavaszi motorkerékpár seregszemle. Ezen a legtöbb márka képviseltette magát. Most következő riportjaink ott készültek. A Suzuki idén 100 éves jubileumát ünnepli. Ez azt jelenti, hogy 100 évvel ezelőtt a szövőszékek gyártásával ugyan, de megkezdődött a Suzuki sikertörténet, ami később az 50-es évek elején egészült ki motorkerékpárokkal, motorkerékpár termékkörrel, és ma valamivel később az autókkal, illetve a csónakmotorokkal, és jutott el idáig, hogy vezető technológiát képviseljenek a termékek. Ami először látható Magyarországon a nagy közönség számára, az itt a mellettem lévő GSX-er ezres. Ez az az 1000 köbcenti szupersport motor, amit annak idején a Suzuki, mint kategória kitalálója dobott a piacra. Kompletten áttervezték a motorblokját, megváltozott a hátsó villa. Egy teljesen új konstrukciójú első futóművet kapott a motor, az aerodinamikán is rengeteget változtattak. Már az első világbajnoki szintű versenyeken bizonyított, tehát nagyon-nagyon komoly versenytársa lesz bármelyik másik 1000 köbcentis motornak. Másik újdonság, és néhány héten belül megjelenik a magyar piacon is nagyobb mennyiségben, ez a Suzuki SFV 650 Gladius. Ez a olaszos ízléssel megformált új dizájn, ez elsősorban a kezdők és az olyan haladók számára izgalmas és érdekes motor, akik nagyra becsülik a nagyon könnyű kezelhetőséget, a nyomatékos viselkedést, tehát teljes fordulatszám tartományban jól használható motort, és hát a nagyon egyedi dizájnt, hiszen aki ilyen motoron ül, az egy kicsit a divatoltárán is áldoz. Jó bevált konstrukciója a Suzuki-nak, és a legutóbbi statisztikák szerint Magyarország az egyik legnépszerűbb modell a 650 köbcentiméteres Bandit. Ez is megújul erre az évre. Ez egy nagyon kivételes árértékarányú motorkerékpár, és ezt az árértékarányt a továbbiakban és a nehezedő körülmények ellenére őrzi. Maga az alapkonstrukció az a néhány éve felfrissített vízhűtéses 650 köbcentis motorra, jól ismert acélcsővázzal és kis tömeggel, alacsony üléspozícióval, szintén a kezdők és a könnyű kezelhetőségre érzékeny haladók számára egy nagyon jó kompromisszum. A chopper kategóriában újdonság, és már tulajdonképpen október óta piacon van a VZE 1005-ös, azaz 1500 köbcentis chopper, amelynek a nagy testvére egy igazi sikertörténet. Magyarországban a legnagyobb példányszámban vásárolt Suzuki. Az 1800 köbcentis nagy testvér stílusában egy jobb árérték arányjal és egy kisebb tömeggel, kisebb teljesítménnyel szintén a könnyebb kezelhetőség felé tolja el a chopper kategória új reprezentánsa. A Suzuki a motorkerékpár piacon 8 éve, és a quad piacon pedig 3 éve piacvezető. Korábban jellemzően a sport quadok voltak a sikermodellek, most változik az ízlés, a magyarországi ízlés, és egyre többen fedezik fel a összkerékhajtásos, mechanikus váltós vagy automata váltós munkakvadokat, és itt a kiállítási standon is jó néhány példát mutatunk be arra, milyen módon is lehet a quadokat hasznosan felhasználni. Megszokhatták már az ügyfeleink azt, hogy nem megtanítjuk motorozni az embereket egy-két nap leforgása alatt, hanem a motorozás működését értetjük meg velük, megpróbáljuk a motorozást szétszedni apró darabjaira, mindenkivel megérteni, hogy mi miért van, mik azok a dolgok, amik befolyásolják ezeket a motor kezelési, illetve külső tényezőket, amik ellen ugye nem tudunk tenni, de ezeknek ismeretében jobban tudjuk kezelni a technikát, ami alattunk van. És összességében aztán összegyúrjuk egy egészé. A végcél az ugye, hogy jobb motorosokat faragjunk, a biztonság szem előtt tartásával sok kilométert
megtegyenek, és fülig érjen a szájuk, amikor ülnek rajta, hiszen erről szól a motorozás. Nagyon sok embert megfertőztünk már a motorozással, illetve a benzingőzzel. A tehetségesebb tanulókat tudom segíteni abból, hogy tovább lépjenek. Nekik találtuk ki a Suzuki GSX-R kupát, ahol bárkiből lehet versenyző. Természetesen itt a GSX-R kupában elsősorban amatőrökre számítunk, és itt is nagyon fontos az, hogy amikor motorra ülnek, akkor érezzék jól magukat, nem feltétlenül a világrengető deszkák a cél mindenkinek. Természetesen vannak olyan sportolók, mint például Juhász Dávid, az a 16 éves tehetségét felfedeztünk itt a Suzuki-nál, akit továbbra is segítünk, és a nemzetközi porondon egyengetjük az ő útját. Ő fog ezzel a GSX-R 1000-es motorral rajthoz állni az idei évben az Alpok Adria Kupa Stock Sport 1000-es kategóriájában, illetve a magyar bajnokságban, ahol nem titkolt célunk az, hogy mindenféleképpen megszerezzük a magyar bajnoki címet. Idén megtekinthető a motorkiállításon az összes újdonság, ami a Yamahánál felelhető. Az első és a legnagyobb erre az évre, az a VMAX, ami mögöttünk látható, de kiállítottuk az új R1-est, az első olyan motor az utcán, ami a MotoGP technológiát felvonultatja, másnak nincs ilyen. Aztán belépőszintű motorként kezdőmotorosoknak, újrakezdőknek, robogóról váltóknak az XC sorozat tekinthető meg. Robogó szegmensben van még újdonságunk. Új Majesty van, egy teljesen új külső megjelenéssel, és a kisebb 50 köbcentis robogókat kedvelőknek pedig végre a Neosnak a négy ütemi változata is elérhető nálunk. Amit először megmutatnék önöknek, az a VMAX, ami egy legendás modell újjászületése. Ez az első alkalom Magyarországon, hogy az ügyfelek ilyen közelről megnézhetik. Hosszú várólista végén jut el az ember ahhoz, hogy felülhessen rá, azok a kevesek, akik megtehetik. Viszont egy egyedülálló, különleges motort kapnak. Az eddigi eladási listavezető FZ6-os 78 lóerős modellünket váltja az új XC6-os. Kifejezetten kezdőmotorosoknak, újrakezdőknek, nagy robogóról váltóknak ajánljuk, alacsony a ülés pozícióval, nagyon vezetőbarát nyomaték karakterisztikával és egy nagyon könnyű kezelhetőséggel. Most hagyd mutassak egy igazi különlegességet, hazánkban először jár a MotoGP világbajnok motor, ez a Rossinak a motorja, sikerült megszereznünk a kiállításra, és mindjárt mellette látható a sportmotorszerelmesek igazi kedvence, a vadonatúj 2009-es R1-es. Ez a motor olyan technológiákat vonultat fel, ami utcai motorban még nem jelent meg. A MotoGP-ben már ismert, a mögött álló M1-esnek a technológiáját végre az utcán is el lehet érni. Az 50 köbcentis robogók rajongóinak is tartogatunk újdonságot, a nagy sikerű Neos sorozatnak a négy ütemű változatát is be tudjuk mutatni a hazai piacon újdonságként. Elindultunk egy irányvonalon, ami azt gondolom, hogy meghatározza a Hondának a jövőjét. Ezek közé tartoznak például az olyan motorkerékpárjaink, a CABS-szel felszerelt Supersport motorkerékpárok, vagy a kezdők számára a CBF 125-ös a naked kategóriában. Biztonságot érintő témakörökben, mint például a Goldwing-es légzsák, ezt mutattuk be itt a vásárlóinknak. Mindemellett azért szeretnénk kedveskedni azoknak, akik valamilyen limitált modellel szeretnének gazdagabbak lenni, valamint készítettünk a CB1000-esből ebből a dizájnnal kitüntetett motorkerékpárból egy limitált kiadást. Kezdjünk a sétánkat azzal a motorkerékpárral, amit talán a kezdőknek a kedvence lesz, ez a CBF 105-ös motorkerékpár, amit a naked kategória szerelmeseinek készítettünk. A naked kategóriának a lényege, mint ahogy jól látjuk, a hölgy is prezentálja, ez tulajdonképpen egy mesztelen motorkerékpárt jelent, ami arról szól, hogy kevés idomzattal van ellátva, ez inkább városi közlekedésre és egy kisebb túrázásra alkalmas. Nagyon szeretném kiemelni a motorkerékpárnak a motoros megjelenését, ami a méreteit tekintve azt gondolom impozáns a kategóriája. Fejdommal van ellátva, a legújabb befecskendező rendszerrel, és tényleg arról szól a történet, hogy a motorkerékpár megjelenése az egy valódi félidomos motorkerékpárt kölcsönöz, nem pedig egy kisméretű városi cirkáróról beszélünk. Folytassunk sétánkat talán azokkal a motorkerékpárokkal, amik a Honda egyik szenzációját képviselik idén. Itt a 2009-es Supersport motorkerékpárokról beszélünk, amiben a Honda világon elsőként az elektronikusan vezérelt ABS rendszert építette be.
Ezek azok a motorok, amik más márkánál még nem találhatóak meg, és olyan biztonságot biztosítanak a vezetői számára, amit egyébként még nagyon kevesen tapasztalhattak meg. A rendszer lényege, hogy egy elektronikusan vezérelt ABS-ről beszélünk, amit egy komputer vezérel, és a vezető fékezési technológiáit javítja ki veszélyhelyzetekben. Különös biztonságot ad azoknak a motorosoknak, akik városban túrák alkalmával veszélyhelyzetekbe kerülhetnek. Biztatjuk azokat a motorosokat is az ABS-es változat használatára, akik pályamotorozásra adják a fejüket, mert ez a rendszer képes megtartani a motorkerékpározás élvezeti értékét még pályázás közben is. Az ABS semmit nem ront a vezetési élményen. Az idei évben a Honda standja nagy hangsúlyt fejez a biztonságra. Úgy gondolom, hogy a Hondának neve a biztonsággal tulajdonképpen most már teljesen összefort. Ennek a bemutatására hoztunk Magyarországra egy Goldwing vázat. Ennek azért van lényege, hogy motorkerékpárosaink tapasztalhassák, vagy megláthassák azt a technológiát, ami a biztonságot jelenti a Hondának, és a légzsáknak tulajdonképpen a valós méreteit szeretnénk bemutatni ezen a modellen, a légzsák rendszer működő elemeivel együtt. A Goldwing volt az első olyan sorozatgyártású motorkerékpár a világon, amiben légzsákot szereltek. Valószínűsíthető, hogy ezt a trendet egyéb más modelleken is a későbbiekben majd megfigyelhetjük. Az NR750 a megjelenés évében, és akár most is igazi műszaki csemegének számít. Beszélhetünk az aerodinamikus kialakításról, vagy arról, ami a szívében rejlik, egy V4-es kialakítású motorblokkról, ami hengerenként 8 szelepet, majd dugattyúnként 2-2 hajtókart tartalmaz. Ez egy olyan magas műszaki színvonalat képvisel, amit más gyártók azóta sem tudtak elérni. A motorkerékpár eszmei értéke az 15 millió forint. A robogó szerelmeseinek is tartogatunk valami újdonságot. Az idén az FIS 400-nak az utódjával a megújult SVT 400-as modellel jelentünk meg a piacon. Ez a robogó leginkább azt a kategóriát célozza meg, akik az üzleti megjelenést szeretnék összekötni a robogózás élményével, és a közlekedés biztonságát nem szeretnék ebből kihagyni. Nagyon nagy jövőt tervezünk a robogó motorkerékpárjainknak, mert hogy a mobilitás, ugye Budapesten, mint nagyon jól tudjuk, egyre nehezebben megoldott, és ez lehet a jövő mind a környezetszennyezés, mind a balesetek elkerülésének az érdekében. Az idei év elején megalakult a Honda Márka Klubok Szövetsége, és ennek tulajdonképpen megünnepléseként és a kapcsolódásnak a megerősítéseként meghívtuk a klubok képviselőit a motorkerékpár kiállításra. Ezen klubok a például a Hornet Klub, az Afrika Twin Klub, a CBF Egyesület, a Varadéró Klub, a Goldwingosokat sem szeretném kifelejteni, és az ő számukra biztosítottunk lehetőséget, hogy ezen a területen kiállíthassák motorkerékpárjaikat, és a klubtagok itt tulajdonképpen egy csoportos megbeszélést tarthassanak. Ezen a standon lehet még megtekinteni egy Bamako Rallyn részt vett régi Transalp motorkerékpárt, ami sikeresen teljesítette ezt a távot mindenféle műszaki probléma nélkül. És végül, de nem legutolsó sorban a Honda ATV-t szeretném megemlíteni. Azt gondolom, minden korosztály számára kínálnak valamilyen megoldást, valamilyen alternatívát. Kezdve a sport ATV kialakítástól, a 250-estől, a 400-ason keresztül a 450-esig, és szeretném megemlíteni a legújabb modellünket, a 700-as XX modellt, ami kifejezetten a verseny és az endurozás szerelmeseinek készült, valamint azok számára is kínálunk ATV járművet, akik inkább mezőgazdasági jelleggel, vagy haszonjárművekkel, vagy haszonállatokkal foglalkoznak, és a mindennapi munkájukhoz elengedhetetlen egy megbízható négykerékhajtásos társ. Mint ahogy eddig soha, a Harley most sem állt le a fejlesztéssel, és mint érdekesség, ebben az évben nem csak a nyári dealer találkozón mutattak be új modelleket, hanem télen is, tehát ilyen a 883-as Iron, ami egy nagyon szép motor azoknak, akik szeretik ezt a kicsit sötétebb formát, márpedig a Harley rajongók között jó néhányakad ilyen. 883-as Iron szép, klasszikus sportstert jelent. Azt gondolom, hogy nagyon népszerű lesz ez is. Egyébként ez a motor az, amit most kisorsolunk itt a Hung Expo-n a látogatók között. Most leginkább a színekbe az ilyen úgynevezett denim, tehát az ilyen matt színek mennek a motorba, tehát már nem a nagyon fényes és nagyon lakkozott motorok a divatok, hanem inkább a matt, nyilván bizonyos típusoknál, amelyikhez ez illik. Tavaly évben jelentette be a Harley, hogy elkezdte a trikok gyártását, tehát most már hivatalosan is van, mert idáig csak ilyen építőműhelyek által előállított trikok voltak, mi magunk is építettünk jó néhányat. Ezek azt gondolom, hogy egyre inkább el fognak terjedni. Most már, hogy le lehet vizsgáztatni, mert idáig voltak ilyen problémák is, hogy nem lehetett levizsgáztatni, le lehet vizsgáztatni őket, így azt gondolom, hogy előbb-utóbb egy bizonyos rétegnek egy népszerű járműve lesz. Manapság nagyon sokat hallani arról, hogy a
a recesszió miatt itt nagyon sok rendezvény elmarad. A Harley Fesztivál az szerencsére nem ilyen, és most a 10. lesz, tehát jubileumi fesztivál. Nyilván mi is küzdünk nehézségekkel a rendezés kapcsán, de a 10. Harley Davidson Fesztivál lesz június 11 és 14-e között Alsóörsön, és hát természetesen ugyanúgy, mint eddig, mindenkit várunk szeretettel. Az Alfa Brera az Alfa család egyik legizgalmasabb tagja. A futurisztikus külső korunk egyik legjobb technikáját rejti. A Brera a legtöbb szögből fantasztikusan néz ki. Azzal, hogy centikkel megrövidítették a 159-es padlólemezét, nagy hátsó túlnyúlás keletkezett. A keskeny oldalablakok, a stílusos kilincsek, az ötszögletű hátsó szélvédő és a morcos lámpák egyöntetűen mindenkinek tetszenek. Az utastér bár sok mindent átvett a 159-estől, elő kifejezetten kényelmes. Oda ugyanis az Alfa új sportüléseket szerelt erős oldaltámasszal, melyen az ember szinte az aszfalton ül. Az Alfa a tetőbe hatalmas ablakot szerelt, ami egy elektromosan irányított rolóval elsötétíthető, ha a nap túlságosan besüt. A hátsó ülés szinte csak szükségmegoldás. Sokkal inkább használható a mindössze 300 literes csomagtérben helyett már nem találó táskák tárolására. Ha a hátsó üléseket előrehajtjuk, úgy 610 literesre bővíthető a csomagtér. A felszereléssel nem spóroltak az Alfánál. A 7 légzsák, köztük a vezető térdét védő és a menet stabilizáló rendszer, akárcsak az elvárható elektromotoros ablakok és zárak, de természetesen a klímaberendezés és a CD játszó sem hiányozhat. Az olasz Brera eltér a piacon kapható dízel túrakocsiktól, mivel soros 5-hengeres erőforrással szerelték. A 210 lóerős 2,4 literes erőforrás teszi a dolgát. Ez az egyik legjobb dízelmotor, amit a hasonló méretűek között találhatunk. 400 Nm-es csúcsnyomatéka 2000-es fordulatnál áll csatasorba. Az egészet az olaszok eddigi legjobb, pontosan megvezetett és kellően jól járó váltója teszi teljessé. A 6 fokozatú dízellel az előzések játszik könnyedséggel kivitelezhetők. A mért fogyasztás 9 liter alatt jön ki, de az érték városban sem szökik 10 liter fölé. Bordeaux mellett mutatták be a Renault Kangoo Bebop változatát, amely bohókás neve ellenére és a sok egyedi karosszéria megoldás mellett is az utakon felnőttként viselkedik. A Kangoo Bebop a Renault Kangoo családnak egy olyan terméke, egy olyan autóról van szó, ami azt kívánja bemutatni, hogy ebből a kisasszonyjárműből indult személyautóból még egy vidám, mókás, játékos kis autót is el lehet képzelni. 4 üléssel rendelkezik, és gyakorlatilag a gépkocsinak az egyharmada teljesen kinyitható üvegből mozgatható ülések, amelyek teljesen függetlenül egymástól szinte egy hatalmas rakteret tudnak biztosítani, vagy éppenséggel sikerül a gépjárművet 4 személyre kényelmesen utaztatni. Idén májusban fogjuk elkezdeni a Kangoo Bebop változatának a forgalmazását. Ez a mögöttem látható gépkocsinak egy bohókás, rövidített változata, igazi tavaszváró autó. Kangoo Bebopot 2009 májusában fogja elkezdeni forgalmazni a Renault Hungária Magyarországon. Kangoo személygépkocsinak egy rövidített változata, 30 cm-rel rövidebb tengelytávval rendelkezik, mint a Syria változat. Nem egy komolytalan autó, ugyanis a Syria sorozatnak 2 felső kategóriás motorváltozatát kapja meg, egy 1.6-os benzines motort, illetve az 1.5-ös DCI turbodízel motorváltozatnak a 105 lóerős, 6-sebességes váltóval szerelt változatával érkezik ez a gépkocsi. A Renault a Kangoo egy teljesen új változatával, a Bebopban rukkolt elő. Ez a fiatalos, dinamikus, dizájnos autó elsősorban azoknak a vásárlóknak szól, akik az autót egyfajta életérzésnek tekintik. Egy tengerparton, vízparton, a nyitható tetőnek köszönhetően igazán jól használható ez az autó. A Renault Kangoo Bebop a Kangoo rövid tengelytávú változatára épül. A háromajtós jármű igazából 4 személyes, de ez a 4 ülés 4 különálló, valóban kényelmes ülőhelyet jelent. Igazi érdekessége a Bebopnak a nyitható tető, ami nem a hagyományos módon a vezető és mellette levő utasa felett nyílik csak, hanem az autó hátulja is kinyitható. Ez a megoldás szinte kabriós érzetet kelt az autóban. Kangoo Bebop 2 változatban készül, létezik egy úgynevezett B-Chic, tehát egy sikkesebb verzió. Fekete, illetve piros kivitelben készül a karosszéria,
illetve a másik a Be Fun, tehát egy jópofa, mókás, poénos verzió, narancsárga, kék és szürke változatban készül ennek a változatnak a karosszériája. Rendkívül gazdag szíria felszereltségekkel érkezik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szíria Kangoon felül tartalmazza még az ESP-t, a manuális klímaberendezést, 16 colos könnyű fémfelniket, valamint az esőérzékelős automata ablaktörlőt és fényérzékelős világítás automatikát is. Egy szabadidő, egy jó érzés, egy mókás vidám, amire azt hiszem szükség van pont egy olyan embereknek, akik ebben a Kangoo kategóriában akarják megtalálni azt a gépjárművet, ami a hétköznapoktól kicsit megkülönbözteti őket, és egy vidám, érdekes, helyes, gazdaságos jármű. Február végén mutatkozott be az új Skoda Octavia, amely jelentős belső és külső változáson esett át. A motorválaszték is bővült az 1,4 literes benzines TSI motorral, valamint a Common Rail dízellel. Itt állunk a megújult Octavia mellett, ami egyértelműen hasonlít a nagyobb testvére, nemrégen Magyarországon is bemutatott Superbre. A külső jegyek alapján a hasonlóság a két modell között egyértelműen látszik, azonban az Octavia megőrizte a régi megszokott egyedi saját karakteres stílusát. A változások kívülről egyértelműen észrevehetőek a megnövekedett krómfelületeken, az első középső légbeömlőken, illetve a teljes mértékben megújult új lámpatesteken, valamint az alsó légbeömlőkön. A változások a legapróbb részletekben is teljes mértékben utánkövethetők, például a lámpák azon túl, hogy formájukban is megváltoztak, az oldalukon az Octavia felirat gravírozását is megkapták. Az első lökhárítók új forma világában egyértelműen látható, hogy elmaradtak az eddig megszokott díszlécek, az egész fényre lett színezve. Az autó fal részén egyértelmű változásként az új Octavia feliratot tudnám kiemelni, illetve a hátsó lámpáknak az új formavilágát. A hátsó lökhárítók alja pedig egy fényvisszaverő prizmasort kapott meg, ami nagy mértékben javítja az autó hátsó észlelhetőségét. Az autó belső terében is észrevehetőek a változások, ilyen például az új stílusú kormánykerék, középső műszeretség, illetve az új audio berendezések, amik akár navigációval kiegészítve is elérhetőek. Ezen túlmenően új az autóban a klímaberendezés, ami természetesen kétzónás. Megújultak az előző modellhez képest a visszapillantott tükrök, amelyeknek az alsó felületébe az oldal vészvillogókat beleintegrálták, illetve egy olyan kilépőfény funkcióval is el lehet látni ezeket a tükröket, amik megvilágítják azt a környezetet, ahová kilépünk, megakályozva ezzel, hogy esetlegesen egy tócsába lépjen az ember a kiszállás során. Önök az Irányjelző Közlekedési Magazin márciusi adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és minden kedves nézőnknek kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk. Találkozunk egy hónap múlva, viszontlátásra! Kocsi. A kategória rakétája. Harapós kis dög. Esmény szuper. Miniverő élmény autó. Civil tank. Korrekt autó. Az anyja, erre büszkék lehetünk. Válság ellen válasz okosan, válasz kisebbet, válasz hazait. Suzuki, a mi autónk. Megérkezett az új Kia Soul, egyedülállóan gazdag felszereltséggel.
kategóriája legerősebb motorjaival, visszapillantó tükörbe épített tolatókamerával, 315 wattos hangrendszerrel, 18 colos könnyű fém felmivel, és a kiemelt modelljeinknél megszokott 7 év teljes körű garanciával. Gyere és próbáld ki!